Pénteken a nagy színpadon a Győri Nemzeti Színház Minden jegy elkelt című előadásával kezdődtek a versenyprogramok. A zenés tragikomédia a magyar színház művészet egyik legmeghatározóbb alakjának, Fedák Sárinak állít emléket. A mű három idősíkot ölel át, a színésznő életének három korszakát, ifjúkori sikereit, az idős művész készülődését a visszatérésre és a híres Fedák per eseményeit. A szerző és a rendező Olt Tamás, aki szerint a tragikus sorsú művész életének a vidámság is része volt. Én mindig egyfajta totális vagy komplex színházat szeretek, abban is szeretek részt venni, vagy olyat készíteni, amiben a humor ugyanúgy jelen van, mint egyfajta tragédia, ugyanúgy jelen van a vidámság, a derű, mint a ború, ugyanúgy a zeneiség, mint a próza. Tehát én úgy gondolom, hogy mivel maga Fedák Sári az életmű, és főleg az, amitől ő Fedák Sári lett, az pont ez a csillogó, ez a nagyon vidám, ez a nagyon szórakoztató világ, és ebből tudunk kiszólni a nézőhöz, valamint ebbe tudunk kapaszkodni, hogy a derűt megtaláljuk. Fedák Sári szerepét Kubik Anna játsza. A színművész úgy véli, a koncepciós perben elítélt színésznő története ma is több szempontból aktuális. Úgy érzem, hogy ennek ma is elképesztő mondani valója van, hogy címkézzük föl egymást ezzel, azzal, hogy dobálózunk szavakkal, hogy dobálózunk a magyarsággal, hogy dobálózunk a fasisztázással, kommunistázással, egyebekkel. Tehát könnyen találhatjuk ma is ebben a helyzetben, még művészként is magunkat, hogy el vagy megítélnek így, úgy, amúgy. Rendkívül modernnek találom ezt a gondolatot benne, és hát sajnos őt pedig nem rehabilitálták, és hát ezzel is van bőven adóssága a magyar színművészetnek, hogy visszaállítsuk őt az igazi rangjára. Én nem hős szeretnék belőle faragni, hanem elmondani az igaz történetét. Vasárnap a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulata nagy sikerrel játszotta Ray Cooney 1x3 × 4 című vígjátékát Szerednyei Béla rendezésében. Járai Máté, aki 4 karaktert is alakít a darabban, elárulta, hogy szerinte miért annyira sikeres ez az előadás. Minden olyan vígjáték jelen benne van az előadásban, amin röhögni lehet. Tehát a helyzetkomikumoktól kezdve a picit alkoholista apuka, aki a tolószékbe különböző helyekről és bugyrokból veszi elő az alkoholt, hogy fel tudja szippantani a viszkit minden áldott nap többször is. Kezdve onnan, hogy az a tévedések vígjátéka, szóval, hogy összekeverem saját magamat, lesz itt tánc, lesz itt minden. Szóval én azt gondolom, hogy olyan elegye a vígjátéki fordulatoknak, ami egy-egy előadásban ritkán van. A Vidor Fesztivál versenyprogramjában a következő napokban látható lesz még többek között a Rózsavölgyi Szalon és a Víg Színház előadása, a Kossuth téren pedig fellép a Magna Cum Laude és a Hooligans is.